Egy 9 személyes kisbusszal gazdagodott a Szent Kristóf ház. A jármű az intézmény gondozottjainak szabadidős tevékenységeihez jelent nagy segítséget. Mostantól kényelmesebb körülmények között tudnak a fiatalok utazni, kirándulni. Az intézményt fenntartó székesfehérvári egyházmegyei Karitensz az alapítvány közel 2,5 millió forintos támogatásának köszönhetően tudta megvásárolni a 9 személyes kisbuszt. A Szent Kristóf ház fiataljainak a szabadidős programjaiban, szakmai rendezvényeken való részvételében hatalmas segítséget nyújt a szállításban, illetve hogy a Karitászban az adományok gyűjtésében, osztásában is nagy hasznát fogjuk venni ennek a kisbusznak. Szorongás Off címmel indít ingyenes programot az Egészségfejlesztési Iroda, hogy segítséget nyújtson a bátortalansággal küzdő, visszahúzódó tizenévesek számára. A 4 alkalmas csoportfoglalkozások 2 korosztály szerint indulnak 2 időpontban. A programon a fiatalok többek között megtanulják, hogyan kell társas környezetben kapcsolatot teremteni, a félelmeiket leküzdeni és miként érvényesítsék a saját vágyaikat. A foglalkozások 11-13 éves és 14-16 éves korcsoportban indulnak az Egészségfejlesztési Irodában július végén és augusztus elején. 4 alkalom mindegyik turnusnak, tehát 4 alkalmasak, másfél óra körülbelül, és hát egy szép tematikára van felépítve ez az egész, onnantól kezdve, hogy foglalkozunk egy kicsit az önmegfigyeléssel, hogy ők maguk hogy veszik észre, hogyha szoronganak, mit lehet ilyenkor csinálni, ugye eszközöket tanulunk, technikákat, és hát a legvégén a gyakorlás, a kipróbálása is megtörténik ezeknek. A nyári melegben folyamatosan járnak locsolókocsik a városban, az új ültetéseket, a fiatal fákat, az egynyári növényeket öntözik, hogy a megfelelő mennyiségű víz által életben maradjanak, fejlődjenek. Az öntözőzsákok 70 literesek, ezeket teletöltik, így még a mellette lévő földet is jól átáztatják, hogy álljon rajta a víz. A fiatal fák öntözésére folyamatosan szükség van, ezeket folyamatosan telepíti a város. Több ezres nagyságrendű telepítések zajlanak, leginkább a kivágott fák pótlásai, illetve nagyon sok ilyen plusz projekt is van, ami direkt ilyen faültetésre megy rá. Most itt a Palotavárosban van nagyon sok telepítés, általában ide szoktuk hozni a pótlást, illetve most a Fehérvár tüdeje ott a Balatoni úti felüljáróról pont jól rálátni, és az most nagyon szép, oda elég sok fa került. Könnyű beleképzelni magunkat egy varázslatos szőlős környezetbe, ahol fantasztikus zene, kitűnő pezsgőkhöz és borokhoz társított ízek teremtik meg az utánozhatatlan nyáresti hangulatot. Pontosan ez várható Etyeken, ahol Éliás Gyula Juniorral hangoltak már pénteken a hétvégére. A boros programok sora folytatódik a következő hónapokban is. Egész évre tervezünk hónapról hónapra olyan eseményeket, amik a nagy, már korábbról ismert etyeki piknik rendezvényeink mellett borközpontú, illetve most már pezsgő központú gasztrokulturális események. A következő ilyen az egy új fajta vasárnapi program lesz, mert ezzel is próbáljuk szélesíteni az ide látogatóknak az elterjedését. Most egy vasárnapi brunch lesz majd augusztusban. Vízre szállhatnak az idei nyáron is a fehérváriak a csónakázó tavon. A hét 5 napján, hétfőn, szerdán, pénteken és hétvégén bárkinek lehetősége van csónak, kajak és kenubérlésre. Emellett folyamatosan zajlanak a tavon az edzések is. A tavat üzemeltető Vitál Klub Sportegyesület folyamatosan várja az aktív kikapcsolódásra, sportolásra vágyó gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Kajak, kenu sport az, ahogy említettem, 7 éve oktatjuk itt a gyerekeket Fidel Laci barátommal, és hát Laci nem véletlen, hogy nyert egy olimpiai ezüstérmet, 5 világbajnokságot, gyönyörű szépen evez, és ezt ragyogóan át tudja adni a gyerekeknek. És hát több régiós válogatottunk van, most a 2 héttel ezelőtt volt a vidékbajnokságot, egy ezüstérmet nyertünk. 1,3 és 5 kilométeres távokon mérhették össze gyorsaságukat a futók a Halesz Parkban. A kérdés itt mégsem az volt, hogy ki a leggyorsabb, az egészségügyi dolgozók előtt tisztelegtek a résztvevők a futással. A jótékonysági eseményt Kaufer Tamás hívta életre, aki maga is hálás az orvosoknak, még a Covid idején végzett munkájukért. Éppen ezért úgy gondolta, mindenképpen szeretné megköszönni a mindennapos helytállásukat egy kis aprósággal. Eljött az ideje, és örömmel látom, hogy ilyen szép számmal vagyunk itt, és próbálunk egy kis a vérteskozmai pólókból, érmekből egy kis pénzt gyűjtögetni, akik úgy gondolják, és egy picit ami apró ajándékokkal meghálálni az egészségügyi dolgozók, és hangsúlyozom, nem csak
amikor ez a Covid volt, hanem azóta is ők, azt hiszem, hogy azóta is megfeszített munkát végeznek, és nagyon komolyan jelen vannak az életünkben, és egy hálával tartozunk nekik.